A hétvége szomorú eseménye, hogy baleset történt a 11. Esztergom-Nyerges Rally Bajót és Lábatlan közti szakaszán. A lassítóhoz érkező Rally 2-es Skoda Fabia megcsúszott és a nézők közé csapódott, 4 ember meghalt, 8-an pedig kórházba kerültek. Mindenekelőtt részt vettünk az áldozatok családainak, és mielőbbi felépülést kívánunk azoknak, akik kórházba kerültek. Sokat gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán elkészüljön-e ez a videó, mert jelenleg így 2 nappal a baleset után még nagyon kevés az ismert részlet, és hogyha fél információkat adunk közre, vagy spekulációkat, azzal igazából csak rosszat teszünk, olajat öntünk a tűzre. Viszont vannak tanulságok, amik az egyén szintjén értelmezhetőek, és talán segít a probléma megértésében, hogy átlátjuk azt, hogy mennyire összetett feladat egy rallifutam megszervezése és lebonyolítása. Ahogy az RTL-hez eljutott felvételeken látszik, a baleset a lassító előtt történt. Ide a nézők hagyományosan szívesen állnak, hiszen az autó megérkezik féktávon, visszaváltogat, hangos, kigyorsításnál látványos akció van. Tehát tényleg, aki szeretné megnézni egy autó mozgását, az itt mindent láthat. Az RTL-hez eljutott felvételen az látszik, hogy az autó megérkezik, az ív külső kerekek lefutnak az ívről, megcsúszik, és a pilóta már nem tudja összeszedni, tulajdonképpen még mielőtt elérni a lassítót, még azelőtt becsapódik. Ahogy ezen a felvételen látszik, a lassító előtti szakasz hiába egyenes, az út minősége nagyon rossz, ráadásul többféle aszfaltból, fehér aszfaltból, szürke aszfaltból áll össze, és ahogy látjátok, elég rendesen dobál is, ráadásul helyenként ilyen gyantás kitöltő van benne, és a baleset idején még nyírkos is volt az útfelület. Tehát hiába látszik úgy, hogy egy egyenes szakaszon érkezik az autó, valójában komoly kihívás ilyen tempónál egyenesben tartani. Viszont az is látszott a balesetnél, hogy az autó még nem érte el a lassítót, tehát a probléma még a manőver megkezdése előtt keletkezett. Beszéltem Ágó Bélával, aki műszaki oldalról világította meg a kérdést, azt mondta, hogy ezeket a Rally 2-es autókat nagy sebességgel igazából nehéz vezetni. Ezeknek már például nincs középső differenciál művük, pusztán, hogyha ráhúzzák a kéziféket, egy kuplunggal leoldják a hátsó hajtást, hogy ne szoruljon meg. Emiatt, hogyha valaki nem annyira jártas az autó vezetésében, akkor könnyen ortolósan tudja vezetni ezt az autót, ami ugye külön kihívást jelent. Tegnap amúgy megjelent a Park Fermé aktuális adása, amiben Besenyei Zoli és Walter Csabi beszélgetnek az eséről. Mindenképpen nézzétek meg, mert Csabi bár nem rallipilóta, de hiteles megszólaló a témában, és ő is kiemeli, hogy bár nem ismert még az összes körülmény, azok alapján, a felvételek alapján, amit ő látott, szinte biztos benne, hogy sofőrhiba történhetett. Baleset mindig történhet. Az autósport, az autóversenyzés, akármennyire is közhelyes, ezt sajnos el kell mondani, veszélyes. Hogyha valaki kivált akár csak egy amatőr szlalomversenyzői kártyát, ez talán a leghangsúlyosabb üzenet, ami látszik rajta, hogy az autósport veszélyes, balesetek történnek. De, és ez egy nagyon hangsúlyos de, nem lehet ennyivel elintézni a témát, hiszen az nettó áldozat hibáztatás lenne. Ugyanakkor az is biztos, hogy a nézők nem állhattak ott, ahol álltak. A rally futamokon évek óta jellemző, tulajdonképpen amióta rally van, az a fajta szélmalomharc, amit a szervezők és a nézők vívnak, vagyis, hogy a szervezők kijelölik azt a területet, ahova senki nem állhat be, mert veszélyes, de a nézők szeretnének közel lenni az akcióhoz, szeretnének csinálni egy jó képet, egy jó videót, ezért a kérések és a figyelmeztetések ellenére mindenképpen odaállnak. A szervezők kijelölték a biztonságos területet, és a balesetben érintett helyre is megjelölték, hogy oda nem szabad elni, erről tájékoztatták is a nézőket, de a felvételeken az látszik, hogy a nézők ennek ellenére mégis visszaszivárogtak oda, viszont több autó elhaladt anélkül, hogy a futamot megállították volna, pedig 2 autóval a baleset előtt még a szakág vezető is elhajtott ott versenyzőként. Nem sokkal mielőtt elkezdtem rögzíteni ezt a videót, esett be a friss hír, hogy Szújó Zoltán azt nyilatkozta, úgy most jelenleg ugye az MNAS vezetője, hogy az MNAS gyors vizsgálata alapján nézők igenis tartózkodtak azon a helyen, ahol nem tartózkodhattak volna, és azt is elmondta, hogy az előzetesen leadott tervek, versenyrendezésére vonatkozó biztonsági tervek rendben voltak. Viszont ezek ugye tervek, hogy meg is valósultak-e, azt majd a vizsgálat fogja eldönteni. Zász Dani, a Telex újságírója, dr. Herpi Miklós kérdezte azzal kapcsolatban, hogy milyen formában jár el ilyenkor a rendőrség, hiszen büntetőeljárást indítottak az ügyben, ez a hétfői nap fejleménye. Dr. Herpi szerint a pilótával kapcsolatban halált okozó súlyos testi sértés vétsége merülhet fel, de valószínűnek tartja, hogy az ő büntetőjogi felelősségét nem fogják megállapítani. Versenyzőként nem tekinthető a forgalom
résztvevőjének, ezért a jog nem tőle, hanem a szervezőktől várja el azt, hogy mindent megtegyenek a biztonságért. A versenyt mellesleg az Aragón Rally Club szervezte, a nézői részvétel ingyenes volt. Az esemény weboldalán több biztonsági tájékoztató is elérhető, valamint egy olyan figyelmeztetés, hogy az autósport veszélyes, részvétel csak saját felelősségre. Itt viszont megjegyzi Dr. Herpi, hogy a szervező ilyen formán nem tudja teljesen elhárítani a felelősséget, csak például a nézők vagyontárgyait illetően. Az Aragón Rally Club vezetője B. Gábor 2013-ban már érintett volt egy olyan verseny megszervezésében, ahol halálos versenybaleset történt, ezért 2018-ban jogerősen egy év fogházbüntetést kapott, de a büntetést 2 évre felfüggesztették. Dr. Herpi azt is hozzátette, hogy amennyiben a büntetőeljárás ismét B. Gábor felelősségét mutatja meg, akkor akár letöltendő fogházbüntetésre is számíthat. Viszont nagyon fontos tisztázni, hogy a vizsgálat rezárultáig ezek csak fejtegetések. Szerintem nagyon fontos arról beszélni, hogy hogy áll össze egy ilyen rallifutam, és hogy először a rallifutam biztonsági háttere, hogy milyen formában kapnak licenszeket a versenyzők, hogyan mozgatják a nézőket, és hasonlók. Ezért egy szakértő segítségét kértem. Meghívtam Berényi Ákost, aki korábban a Magyar Rally Szakág vezetője volt, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem véleményt szeretnék nyilvánítani, nem a konkrét eseményről szeretnénk beszélni, hanem a rally versenyek szervezésének biztonsági hátterét szeretnénk kitárgyalni. Egyáltalán hogy épül fel egy rally verseny biztonsági hátterének megszervezése? Mi az első lépés? Először is köszönöm szépen, hogy meghívtál, és itt lehetek, hogy elmondom ezt, amit én megéltem az elmúlt 8 év alatt, mint rally szakág vezető. Kérted, hogy ne térjünk erre ki, de én mindenféleképpen szeretném részvételmet nyilvánítani a családok felé, hiszen szörnyű tragédia történt, mielőbbi gyógyulást a sérülteknek. Beszéljünk arról, mit kérdeztél. Egy verseny felépítése biztonsági szempontból szabályokhoz kötött. Ugye a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség az FIA tagja, így az FIA vonatkozó szabályi alapján és a magyar szabályok alapján pontosan megvan, hogy hogyan is miként kell felépíteni a rendszert. Ez úgy néz ki, hogy a szövetség kiír egy bajnokságot, jelen esetben egy rally bajnokságot, bizonyos futamokkal, ezt évelején megteszi, a szakági bizottság hoz egy határozat, szabályt, szabályrendszert, ami alapján a versenyzők és a rendezők is dolgoznak ebbe a rendszerbe. A versenyrendezők minden év végén a következő évre be kell jelentsék a tervezett versenynaptárat. Abban lesz egy tervezett versenynaptár, amit bejelentenek. Most nem jelen eset, igen, akkor általánosítsunk. Minden rendező köteles csinálni egy biztonsági tervet a versenyről. A biztonsági terv az komplett tartalmazza a teljes rally útvonalat, az elejétől a végéig, A-tól Z-ig, amiben benne vannak a gyorsasági szakaszok, szinte méterről pontosan. Abba jelölni kell az összes olyan lassítót, patkavédelmet, nézői helyeket, stb. Amit engedélyeztetnie kell a szövetséggel. A szövetségben vannak bizottságok, amiknek az a feladatuk, hogy ezt engedélyezzék. Átnézzék, pályainspekciót tartsanak, ott a biztonsági bizottság és a rally szakág közösen pályainspekció alatt végignézi, leellenőrzi és engedélyezi. Ez azt jelenti, hogy a képviselői az MNHS-nek végig sétálják, vagy végig autózzák azt a szakaszt, és ha itt van egy oszlop, ha itt van egy árok, ha itt lesz egy lassító, akkor megvizsgálják az adott körülményeket, hogy azt hogy kell biztonságosan elhelyezni. Pontosan, pontosan. Azt mondtad, hogy az MNHS, az tagja az FIA-nek, ez ugye a Nemzetközi Autósport Szövetség. Így van. Ilyenkor az FIA szabályait is figyelembe kell venni, vagy országonként eltérően saját hatáskörben hozzák ezeket meg? Az FIA minden évben kiad, tehát az FIA-nak létezik egy erre egy biztonsági szabályzata, úgymond, ami pontosan rögzíti, hogy mit és hogyan kell. Tehát ők változtatnak akár évről évre. Az én regnálásomat is volt arra példa, hogy például megváltoztatták a nézői helyeket, hogy a nézői helyeket hogyan és miként kell jelölni, hogy kell elzárni, hogy kell lezárni a nézők elől.
ez pontosan betűről betűre szabályozva van. Ezt nekünk be kell tartani. Tehát ha mi tagjai vagyunk ennek a szervezetnek, mi eleve egy szövetség vagyunk, mi azt kell kövessük. Úgy kell eljárjunk lehetőség szerint, hogy pontosan betartsuk azokat, hiszen így lehet biztonságosan rendezni egy adott gyorsági szakaszt. Tudnál példát hozni arra, hogy hogy jelölik ki ezeket a biztonsági zónákat, ahova nézők állhatnak? Mert amennyire tudom, ez a rally létezése óta egy szélmalomharc, hogy az emberek mindig oda akarnak állni, ahonnan a legjobban látható az akció, ellenben ez gyakran a legveszélyesebb pontja a pályának. Tehát, hogy mik ezek, hogy hangzik egy ilyen konkrét megkötés? Nyilván ez eltérhet tudtommal akkor, hogyha magas partoldal van a pálya mellett, ha az út esetleg szintben a néző tér kijelölt számára hely fölött fut. Hogy métereket adnak meg, vagy magasságokat? Métereket is megvannak. Azt tudni kell, hogy a szövetségen belül is a biztonsági bizottság az olyan személyekből kell álljon, akik ebben jártasak. Sok éves tapasztalatuk van, képbe vannak azzal, hogy egy rally gyorsasági szakaszon az adott versenyautó, versenyző hol, milyen tempóval, hogyan érkezhet, hova eshet el az autó, ugye a legfontosabb, hogy ezzel elkerüljék azt, hogy ott az nézők elől elzárt terület lesz. Ezt ők tudják a rally szakági bizottsági épp delegáltak vagy tagok, jó magam is versenyeztem, pontosan tudom, hogy mit, hol és mit kell lezárni úgy, hogy a nézők elől biztonságos legyen. Tehát például a lassító kérdés az a legegyszerűbb, most csúnyán fogalmazva, mert oda senki nem mehet. Tehát a lassító az egy teljesen elzárt terület, ott nem állhat senki. Hiszen az autó féktávon érkezik, így van. Előre terhel, elkönnyül a hátulja, fokozott esélye van annak, hogy megcsúszik. Amit láttunk, így van. Pontosan. Értem. Emlegetted előbb a biztonsági tervet. Igen. Kifejtened egy kicsit, hogy ez mit tartalmaz, és hogy ennek mi a szerepe, és hol jön képbe az ügymenetbe a szervezésnél? A biztonsági terv tartalmaz mindent a versennyel kapcsolatban. Tehát a résztvevőktől, a segítőktől, a komplet személyzettől, és akkor az útvonalaktól, a gyorsasági szakasz szinte méterről méterre pontosan meghatározva, a mindenkinek az elérhetőségét. Tehát ez egy olyan füzetet képzelj el, amiből ha az elejéről elindulsz, a végére állsz, akkor tudni fogod a komplet versenyt, hogy ez pontosan mi lesz. Tehát ott a GPS koordinátától kezdve oda mindent rögzíteni kell, mert a versenyen a biztonsági terv alapján ellenőrzik a gyorsasági szakaszt. Kinek a felelőssége a terv összeállítása, és kinek a felelőssége ennek az ellenőrzése? Szúrópróba ellenőrzések vannak futamokon, vagy ezt minden alkalommal? Ezt minden alkalommal. A biztonsági terv készítése az a szervező, a rendező feladata. Tehát neki kell ezt megcsinálni, hiszen ő rendezi az adott versenyt. Ezt be kell küldje a szövetségbe, talán két helyre, ha jól emlékszem, mert a biztonsági bizottság és a rally szakági bizottság ebből fog pályainspekciót tartani, ami alapján elmondják az ő észrevételüket a rendezőnek. Amit ők látnak, azt akkor javítani kell még benne. Ugye itt az idő miatt szerintem esély sem volt a javításra, de ez egy teljesen más téma most. Van ennek egy végső főpróbája, az előfutó. Az előfutó intézménye, tehát mielőtt elrajtol az első autó, mondjuk azt, hogy a nulladik autó az előfutó, ő pontosan mit figyel, és mi a feladata? És hogyha ő esetleg problémás helyzetet talál, akkor mit tehet az előfutó? Az előfutó már a sokadik, aki a biztonságot figyeli. Igen, elnézést. Ugye a verseny rajtja, mikor elindul a verseny, akkor jelen pillanatban is, de én alattam is, csúnya így fogalmazva, megy egy másfél órába a rendező, aki végignézi a felépített pályát, hogy minden rendben van a pályával, úgy épült-e fel, ahogy a biztonsági tervben szerepel. Aztán jön egy 60 perces autó, ami egy órával a mezőny előtt megy, aki szintén ellenőriz. Az általában vagy a rendező részéről valaki, a szövetség részéről valaki, eresmény megfigyelő, ül benne, a biztonsági bizottságnak van egy megfigyelője delegálva ilyenkor minden adott rally futamra, akik átnézik szintén a biztonsági terv alapján. 30 percben, ha jól emlékszem, még megy a hangos autó is. A hangos autónak az a feladata, hogy ő az, aki úgymond totálisan rendbe rakja a pályát.
Tehát ő áll meg mondjuk ilyen helyeken a lassítókban, akár a nézők voltak, és zavar el mindenkit csúnyán szólva, de ott ugye teljesítő sportbíró is van rádióval, akikkel kommunikálnak, tehát a 30 percben a hangos autó az úgymond rendbe teszi a pályát, hogy ott ne lessen ilyen helyeken, olyan helyeken nézőket, ő ezt megoldja. Utána jön a nullás autó, a 4-0-as autó. Ugye már tavaly az elkezdődött, hogy próbálunk utcai autókat az 1-0-áson kívül bevonni. Bocsánat, mit jelent a 4-0-es, 1-0-es? Az FIA is, meg mi is 4 darab előfutót írunk elő, vagy ír elő a szabályzat a versenyen. Tehát a 4-0-as, 3-0-as, 2-0-as és 1-0-as. Rajtszámaik. Így van, ez 4 darab autó, 4 darab előfutó autó, akinek ugyanaz a feladata. Tehát ő a pályát kell nézze, a biztonsági feltételek, az adott körülményeket kell ugyanúgy ellenőrizze. Jó helyen van a lassító, jó helyen vannak az emberek, stb. Itt az 1-0-as autó, az gondolom most is rendelkezik rádióval. Tehát neki, amikor beér a célba, a gyorsaságén, akkor jelentenie kell, hogy igen, oké, minden rendben van, mehet a rajt. Ugye ezt nemzetközi versenyeken úgy csinálják, hogy a nullások közé bejön a biztonsági megfigyelő, és ő is még rendet tesz. Tehát a RC futamokon itthon a Rally Hungary nagyon sokszor, én is nullás voltam, és előttünk nagyon sokszor megállunk, és ő jogosult például arra, hogy megállítsa a futamot. Tehát addig el sem rajtol a futam, amíg nincsen rendbe téve minden a pályán. Ez nem feltétlenül csak nézőket jelent esetleg? Nem feltétlenül. Behúló fág? Ha valami rossz van, valami rossz van felépítve, igen. De főleg a nézőkre. Tehát a biztonsági megfigyelő a nézőkre összpontosít. Viszont ez felvet egy problémát, hogy ugye viszonylag ritkán fordul elő az, hogy a néző valahol van a futam elején és a futam végén onnan megy haza. Mert hogy sokan például végigjárják az útvonalat, igyekeznek mint más autókat más-más kanyarban megnézni, szurkolni, ami alapvetően egy teljesen életszerű és természetes igen. folyamat. Viszont ugye óhatatlanul is, ahogy beszéltünk erről a szélmaromharcról, sok néző betéved, akár szándékosan, akár szándékolatlanul olyan területekre, ilyen kihullási zónákba, ahova nem kéne. A nézők mozgatása, terelése, esetleg felszólítása, utasítása a futam alatt erre kinek van lehetősége, és kinek a dolga, és mivel élhet. Tehát ugye személyi szabadságot nyilván nem korlátozhat, igen, olyan kategóriás hatósági személy, hogy azt mondja, hogy te most hazamész, ilyen nincs, nem életszerű. Igen. Milyen lehetőségei vannak a szervezőknek, biztonsági embereknek a nézők mozgatására egy futamon? A gyorsági szakaszon ugye a sportbírók tevékenykednek. A sportbírók általában rádióval ellátott sportbírók. Ezen felül a gyorsaságét úgymond szekusok, pályabiztosítók is segítik, akár az ő munkájukat is. Vannak kiemelt fontosságú részek, kiemelt biztonsági fontosságú részek, például a lassító. Ugye a lassítóban meg van határozva, hogy egy darab sportbíró rádióval ellátva kell legyen, plusz egy segítővel, ez az alap. De ugye többet szokás tenni egy ilyen helyre, hiszen ahogy mondtad, ott olyan helyeken összegyűlik a nép, a néző, aki látni akar valamit. Ilyen esetben, ami most történt, hogy olyan helyeken állnak sokan, és erre felhívják a figyelmet, hogy innen el kell menni, de visszaszivárognak, ahogy mondod, erre azért mindig van egy jó megoldás. Az egyik az, hogy a ott tevékenykedő sportbíró szól, hogy ez már nem jó, veszélyes. A szekusok megpróbálják megoldani, hogy kiterelnek oda mindenkit, onnan mindenkit. Ha ez nem sikerül, akkor szólni kell a versenyre, a szakaszvezető bírónak rádión, aki tud szólni a versenyigazgatónak. Ugye fontos, hogy a versenyen a versenyigazgató irányít mindent. Tehát a versenyigazgató dönt mindenről. Tehát ilyen esetben szólni kell. De hallottam olyat, hogy ez a renitens viselkedés. Ilyen esetben például, ha ilyet tapasztalunk egy versenyen, és ott azt mondják, hogy mi nem megyünk el innen azért se, akkor elég egyszerű a sztori, mert azt mondjuk, hogy semmi gond, akkor etapban lejön a mezőn, és nincs verseny. Tehát kiveszik a gyorsaságiból az adott szakaszt, és az autók a közúti szabályoknak megfelelően vonulnak végig. Így van. Ez azért jó, ez nem jó, ez azért fontos ott helyszínen, mert ahogy most is látod a képeket, ott azért nagyon sok száz ember állt. Ha annak a sok száz embernek mondod ezt el, úgyhogy hallja a hangos autóból, hogy srácok, amíg itt álltok, nem fog elindulni a verseny, akkor ezt megoldja a tömeg. Ezt mindig is megoldotta a tömeg, hogy akkor
közösen azokat az embereket onnan eltávolítják. Kiszorítják, akik miatt megállapokat. Pontosan, hát nézni akarnak, mindenki versenyt akar nézni. Ezt meg tudják oldani a nézők is amúgy. De a kérdésre visszatérve, van mód, és ilyenkor kell is legyen mód arra, hogy megállítsd a rajtot. Meg tudod állítani a rajtot. Tehát a nullás is azt mondja, hogy rossz helyen állnak, akkor addig nem rajtolunk. Amíg nincsen rend, nem rajtolunk el, ezt a versenyigazgató megteheti. A felelősségi láncban a versenyigazgató áll legfelül? Tehát ő felel a teljes mobilitásért? Az adott rendezvényt, mikor elindul maga a rendezvény, onnantól kezdve a versenyigazgató irányítja a verseny végéig. Tehát ő határoz meg mindent. Tehát ő tudja leállítani a gyorsaságét, ő tudja kivenni etapnak a gyorsaságét. Ő dönt mindenről. A közelmúltban gyakran volt erre példa, hogy nézők miatt, renitens nézők miatt esetleg azt mondták, hogy akkor itt most nem lesz gyorsasági, hanem etap. Az én esetem is. Én volt, hogy én állítottam meg. Tehát én, mikor nullás voltam, szóltam, hogy ez így nem. Addig nincs rend, addig nem. Tehát vissza lehet tartani a rajtot, meg lehet fogni a rajtot, akár 5 percre, 10 percre, és ha rend lesz, el lehet indítani a versenyt. Ez az egyik része. A pályamenti biztonság és a szervezés. A másik része a kérdésnek, hogy nagyon sok legyka, félinformáció és hasonló kering, amiről szerintem szintén beszélni kell, hogy állítólag ennek a pilótának nem volt meg a megfelelő múltja, hogy ilyen autót vezessen. Ezzel a részével most nem akarok foglalkozni. Légy szíves, inkább arról beszélj, hogy hogyan adnak ki licenszeket, és hogyan válik jogosulttá valaki egy ilyen versenyautó vezetésére. Szerintem ez egy kifejezetten igen, ez most előkerült ez a kérdés. Mire jogosít fel egy licensz egyáltalán? Teljesen jogosan került elő a kérdés. Ez egy szabályrendszer az MNAS-ben. Van egy licenszek és igazolványok szabályzat, ami pontosan tartozma feketén-fehéren, hogy ki milyen licenszre jogosult. Tehát most, ha jól emlékszem, a rallyban C, B, H, navigátor és A. Lehet, hogy még van most hirtelen, de most az A-ról beszélünk. A-licensz, igen. Az A-licensz az egy nemzetközi licensz, ez fontos. Tehát az A-licensz az feljogosít arra, hogy te Európa bajnoki futamon is részt vegyél. Bárhol a világon szinte, ahol ami FIA kompatibilis, mert ez nemzetközi licensz. Hogyan kaphatsz A-licenszet? Pontokban van szedve, meg lehet nézni az MNAS oldalán, ez egy nyilvános dokumentum, egy nyilvános szabályzat, mert ha versenyezni akarsz holnap, akkor letöltöd és megnézed, hogy milyen licenszet igényelhetsz. C-t és B-t igényelhetsz, ennyit segítek, ha nincsen semmilyen múltad, de ott is azért meg van kitétel, hogy hol és mit és milyen kocsival. A-licenszet csak abban az esetben igényelhetsz, pontosan fel van sorolva, hogy miket kell teljesítsél. Mondanál néhány kritériumot? A-licenszet igényelhet az előző év, mondjuk, akinek B-licensze volt, Rally 2-es magyar bajnok, ha jól emlékszem, az első abszolút 5 helyezett. A-licenszet igényelhet, akinek A volt évekig, de új A-licenszet csak az igényelhet, akinek versenyzői múlt igazolást tud felmutatni. Tehát mikor te igényelsz egy licenszet, kitöltesz egy dokumentumot, amit be kell küldeni egyvitelen az MNAS részére, ott fel kell sorolt, hogy miket tettél az asztalra. Azt le kell ellenőrizni. Amúgy szinte mindenkit személyesen ismerünk. Tehát itt 1000-1500 versenyzőről beszélek, én majdnem fejből tudtam, hogy kinek adok licenszet. És ez most fontos, most kicsit túlszaladtam, a szakágvezető ad licenszet. Ő az, aki aláírja a licenszeket mindenkinek. A licenszet akkor tudsz igényelni, ha megfelelsz ezeknek. Nagyon szigorú. Tehát ott azért teljesíteni kell ahhoz, hogy a licenszet kapjál. Bocsánat, itt van valamiféle olyan vizsga, mint mondjuk, amikor az ember egy hagyományos jogosítványt szerez meg, tehát, hogy be kell ülni egy szakbizottság előtt, egy szakember előtt, és végrehajtani manővereket esetleg, vagy pedig pusztán a verseny múlt, tehát a futamok, a nevezések, az eredmények, azok, amik ezt kiadják. Az A-licenszhez oda nem kell bevinni sehova. Egy szabályismereti vizsgát minden évben le kell tegyél. Van egy szabályismereti vizsga, amit el kell végezni. Ez egy kitöltős teszt. Ezt így van, online tudod intézni, most már évek óta. Ezen felül igazolnod kell, hogy hol versenyeztél idáig. De azt ugye én is tudom csekkolni, mint szakágvezető, meg tudom nézni az elért eredményeidet, mit csináltál, hol vettél részt, hol mentél, milyen autóval mentél. Na most valószínűleg, ha A-licenszet igényelsz, akkor gondolom, hogy mentél valahol valamivel. Ezt könnyű csekkolni, hiszen mindenféle van a neten, de amúgy a szövetség részére minden rendelkezésre áll. Érthető. Hol áll a hierarchiában a Rally 2-es autóhoz tartozó licensz? Ugye ez a
Nem tudom, hogy egyáltalán össze lehet kötni a kettőt, megmondom őszintén, ilyen nem, ez úgy van, hogy az Országos Rally Bajnokságban és az ORC-ben, ez része az ORB-nek, kizárólag A-licenszel lehet versenyezni. Mert ez a legfelsőbb bajnokság, ez a legmagasabb bajnokság nálunk. Itt csak A-licenszel lehet versenyezni, semmi mással. Érthető, köszönöm. Tehát ez a legmagasabb licensz. És mondom, tehát ezt kizárólag a szakágvezető adja, ő kell engedélyezze. Egy kitétel van. Létezik a szabályban olyan, hogy indokolt esetben kaphatsz bármilyen licenszet. Ez az át is jelent. Az indokolt esetnél akkor le kell írni, hogy miért kéred. Mit tettél le? Mentél külföldön? Ott versenyeztél? Azért? Esetleg vendégversenyző érkezik bemutató futamra? Igen, de erre van például jó példa most, tehát Mihelis Norbi, akinek semmilyen rallis múltja nem volt, és ugye tavaly indult a Rally Hungarin, tehát neki A-licenszet kellett adni ahhoz, hogy részt vegyen. Ő mondjuk egy világbajnok versenyző a saját bajnokságába, vagy a saját sorozatába, de gondolom ő kapott egy határozatot, mert akkor már nem a szakágvezető dönti el, hanem a komplett bizottság. Tehát nekem mindig kellett hozni egy határozatot a bizottsággal együtt, hogy gyerekek, itt ez a Mihelis Norbi, szerintetek mehet? Igen, 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 erről van egy határozat. És így levéded magad, mert amúgy minden felelősség a tied, ha kiadsz egy A-licenszet. Köszönöm. Szóba került még a tesztlicensz intézménye, hogy a versenyző jelen esetben tesztlicenszel ment. Van egyáltalán ilyen, vagy ez valamilyen félreértésből fakad? Én ezt ma hallottam, ilyen nem létezik. Hát én ezt nem is értem, aki ma ezt mondta, hogy ezt miért. Mire utalhat esetleg? Én nem tudom. Hát én hallottam, hogy valaki több ezer kilométert tesztel, akkor jogosult lehet egy ilyen licensz. Nem. Biztos, hogy nem, mert a szabályrendszerünk, a szövetség szabályrendszere nem engedi meg. Tehát ott le van írva, hogy. Tehát azért, mert tesztelek, kibérelsz egy ilyen rally 2-es autót, és elmész, kocsikázol 10.000 kilométert, az még mindig nem verseny. Annak semmi köze a rally versenyhez. Nem kaphat egy teszt. Olyan nincs, hogy tesztlicensz. Felelősségre vonható-e a csapat, vagy a sofőr, abban az esetben, hogyha a nézők rossz helyen álltak, vagy egyáltalán felelősségre vonható-e a versenyző, ha nem a képességeinek megfelelő autóban ült? Számít ez egyáltalán? Egy autóversenyző minél gyorsabban célba akar érni, és tudomásom szerint ez alatt úgymond joga van hibázni. Így van. Hogy áll ez ilyenkor a szövég is? Abszolút érthető. Most tegyük félre a licensz kérdést, mert most, hogy van licensze, milyen licensze van, nem érdekes. Valószínűleg, ha valószínűleg részt vesz valaki, annak van licensze, ez egyértelműen ellenőrzik, ugye. Nem állhat rajthoz. Nem tud rajthoz állni, ha nincs licensze, így van. A rallinak, meg minden autósportnak az a lényeg, hogy tegyél a leggyorsabb, ugye. A ralliba is a lényeg az, hogy az adott gyorsasági szakasz a leggyorsabban teljesítsd. Hogy ezt te hogyan teszed, hogy itt négyszer borulsz fel a gyorsasági közbe, az mondjuk ki, hát az benne van. Tehát te, mint autóversenyző, jelenleg egy lezárt közúton versenyzel. Nem vagy része a forgalomnak. Nem vagy része a forgalomnak. Tehát ez a gyorsasági maga közút amúgy, de ugye ideiglenesen elzárt terület a közúttól. Így te saját képességeid alapján úgy mész, ahogy tudsz a leggyorsabban. Ebben benne van a hibázás. Látjuk. Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Magyar bajnokságon lehet esni nagyokat, mert gyorsan megy az ember, és megpróbál a leggyorsabban menni. Igen, hibázhat a versenyző, nincsen felelőssége abban, hogy hibázott. Vagy hogy hibázik az adott gyorsasági szakaszon. Az akkor a saját képességének a túllépése, ha hibázott, és ezért nem vonható felelősségre. Hogy befolyásolhatja a magyar rally sportot az a besemény, és főleg a heteken belül az országba érkező rally EB-t? Volt esetleg külföldön, vagy akár itthon precedens arra, hogy egy komolyabb versenybaleset miatt futamokat, sorozatokat töröltek, vagy esetleg egy nagyobb rendezvényt visszavontak? Nézd, ugye mit rendeztünk elég sok ERC futamot, ugye Rally Hungary futamot. Ott voltak, nem mondom, hogy ugyanilyen, mert itt nem tudjuk pontosan, mi történt, de az FIA sárgalapot adott azért, mert a nézői mozgások, a nézői elhelyezések nem voltak megfelelőek. Ezért a szövetség és a szervező kapott sárgalapot,
hogy ez hiányosság, ezt meg kell oldani. Ez, hogy most ez történt így, ez minden borít most szerintem. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos sztori, hogy ezt az FIA-nél hogyan és miként kezelik, mert látják, mert talán még Jamaikában is látják, hogy mi történt. Igen. Külföldi youtuberek foglalkoznak a témával, elemzik a felvételeket. Ilyen eset nem történik igazából, nem is történhet ilyen eset. Tehát én most is azt mondom, hogy nem történhet ilyen eset meg. Tehát egyszerűen képtelen vagyok elhinni, hogy ez így megtörtént, de ezt nagyítóval nézik, az biztos most, és hogy ez mennyire befolyásolja a mostani Rally Hungary-t, ami 3 hét múlva talán most lesz, nem tudom, nem egyszerű. Ákos, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm szépen. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a vizsgálat lezárult előtt nehéz fejtegetésekbe bocsátkozni nem is érdemes. A jelenlegi ismeretek alapján azt gondolom, hogy egyértelmű felelőst nem lehet megjelölni, ebben a konkrét balesetben a felelősség megoszlik. Hangsúlyozom, ezt a jelenlegi ismeretek alapján gondolom, lehet, hogy hamarosan kiderülnek új részletek, amik más megvilágításba helyezik a témát. Ahogy azt Csabi emlegette a Park Fermé videóban, sok szereplős az egyenlet, sok probléma gyökere nem is feltétlen csak a szakágon belül keresendő. Ugye ő kitért arra, hogy milyen nehézségekbe ütközik manapság egy ilyen futam megszervezése. Akárhogy is, ha autóversenyre látogattok, akármilyen autóversenyre, tartsátok szem előtt, hogy az nem csak az autókban ülőkre nézve veszélyes üzem. Nem biztos, hogy az a kép vagy videó megéri, hogy valami hasonló történjen, és okkal jelölik ki a biztonsági területeket. Ha pedig kommentelnétek, kérlek tartsátok szem előtt, hogy tragédia történt, és ennek megfelelő hangnemben tegyétek. És igen, mi is nagyon sok fél információt és pletykát hallottunk, van még olyan is, aminek akár még valóság alapja is lehet, de szándékosan nem beszélünk róla, mert amit nem lehet bizonyítani, az mind csak káros, és az egész ügynek a tisztázását, valamint megfejtését hátráltatja. Úgyhogy azt kérném, hogy most ti se írjatok be ilyeneket.